Szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, legyenek derűsek, vidámak, boldogok és megelégedettek, és legyenek egészségesek. Hát, többet már nem is kívánhatok. Mai nap több esőt már nem kívánnék, mert az utóbbi napokban szépen esett, a füvek, füvecskék nőnek, nőüldögélnek, tehát minden úgy alakult, ahogy kívánták a gazdák, most már aztán bereghetnek a fűnyírok. Ennyit az előzetesképpen az utóbbi napok időjárás és egyéb történései apropóján. Most azonban komolyra fordítva a szót, két emlékeztetőt is el szeretnék mondani hamarjában. Az egyikről majd részletesen kedves visszatérő vendégem Rosszik Zoltán igazgató úr is nyilatkozik, nevezetesen. Ezt azért említem a legelején, mert nagyon sokan kérdezték a szarvasra készülő kiránduló családok és csoportok közül, hogy lesz-e hagyományőrző őrlés a száraz malomba pünköstkor. Hát lesz, ugye június 9-én, akkor ez csak egy fél mondat, erre meg majd kicsontozzuk. A másik pedig egy szíves imitálás a szarvasi történelmi emlékot közalapítvány részéről. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Trianon évfordulóján délután 14 órára várjuk, és már azt megelőzően a 3:42-től a Szentegyházi Székelykapuhoz a gyülekező civil szervezeteket, diákcsoportokat, felnőtt csoportokat, családokat kis hazánkból és határokon túlról, hogy együttesen emlékezzünk a trianoni béke kötés 99. évfordulójára. Közreműködnek hagyományosan a Cervinus Teátrum színművész kiválóságai. Az ünnep szónoka várhatóan dr. Varga István lesz, aki visszatérő szónoka ünnepségeinknek. Kicsit korábban, legutoljára emlékeim szerint 7 évvel ezelőtt járt nemzeti zarándokhelyünkön. És természetesen lesz katonai díszőrség, ahogy az utóbbi években megszokhatták, ezúttal hagyományőrző huszárok, illetve a szolnoki hagyományőrző honvéd egyesület harcosai adnak díszőrséget a történelmi ország középen. 14 órakor indul a felvonulás, szintén a utóbbi évek hagyományai jegyében az emlékúton, és maga a megemlékezés pedig 14:30-kor, 14:30-kor kezdődik. No, hát ez volt az előzetes, ezt majd a következő estéken is el fogom mondani, és akkor, ha lúd legyen, kövér legyen egy előzetes, azért most szerda estére is, illetve késő délutánra, 29-én 17 órakor Szirany Pál egy szenzációs sporttörténeti és pedagógiai történeti előadással sziporkázóan felkészülve, mint mindig, várja a nagy érdemű hallgatóságot a Városi Könyvtárba, ahol idősebb Olá Miklós tornatanár, tehát nem testnevelő tanár, akkoriban még a Ferenc Jóskás békeidőkben tornatanár úrnak kellett szólítani a későbbiekben is. Még néhány évig, tehát idősebb Olá Miklós pályafutásáról és a Bartóki családdal való kapcsolatairól fog előadást tartani. Na, akkor ennél a háromnál én már meg is álltam. Igazgatóról köszönöm szépen, hogy bokros tendőit között elfogadtad most a felvétel idejére, mert hogy hétfőn délelőtt mutatnak az órák, amikor a felvételünk készül, tehát elfogadtad meghívásunkat. A legfontosabb apropó, ugyebár az az örömteljes tény, amiről már hírt adott a sajtó számtalan szerkesztősége, a Rózsicskai Alkotóház és Képtár újra nyitása. Így van, köszöntöm a kedves tévénézőket, köszönöm a meghívást. Hát most ugye egy újabb nagy lépést tettünk előre, hiszen a tavalyi évben elég sok pályázatot, illetve a tavalyi évben is már elég sok pályázatot beadtunk. Tavaly a szárazmalom készült el, vagy felújítás során a város szintén nagy támogatást adott neki, illetve most pedig a Rózsicskai Alkotóház készült el, a kilátott tér megújult, korszerűsödött, már egy előzménye lehet egyébként a múzeumi kilátott tereknek. Nagyon látványos lett egyébként. Így van, a világítás, a padozat, a sínrendszer, illetve nyílászárók cseréje nagyon fontos volt, tehát több jelentős, és a festés természetesen, ami így lezajlott. Ugye az építést a Comép Kft. Végezte,
nagy segítséget kaptunk tőlük, ugye Klimai Attila, illetve Fedorják Nóra segítségével az önkormányzattól készült el, és természetesen a munkatársaink, akik a végén a pakolás, illetve az előkészületeket megtették, akár Szent András Rózsuzson, aki korábban itt volt, Horváth Marian, aki nagyon sokat segített, illetve a többi munkatársam, Ramik Zoltán, Gyulai Mária, Antal Béla, Horváth Marian, tehát sokan voltak, Molnár mindenki Zoltán, tette a magáit. Mindenki tette természetesen a magáit, tehát sok segítséget nyújtottak, és így készült el egy új kiállítótér, remélem tetszik mindenkinek, hiszen megújultak még például a posztamensek is, a tárlók is, amit direkt úgy lettek kirakítva, hogy ottani kisebb művésztelepeknek, alkotótáboroknak tudjunk helyet adni, tehát 12-en, ha jól emlékszem, meg is tudnak ülni ott, és kilászlóan kinyitható, kiúszhatós asztalokkal vannak, tehát tudnak alkotni, és ott bemutatni az alkotásaikat itt is. Itt is elsütöm a világítás megújulással a kapcsolatban azt a poénomot, hogy sokakkal együtt ámulva álltunk meg, ugye Ruzicskai György híres történelmi festménye, a szarvas ujján telepítése alatt, és azt találgattuk többen, hogy most akkor restaurálták is a képet, hogy ennyit tesz egy jó világítás. Ennyit tesz egy jó világítás. De csodálatos, szó szerint új ruhát kapott a festmény. Hát persze, nem is lehet tisztítva, takarítva, de inkább főleg a világításnak köszönhető ez. Igen. Sokat beszéltünk a felújítást megelőzően, ugye több fórumon is polemizáltak arról, hogy mit lehetne tenni a elképzelések szerint a csőszházzal. Azt tudjuk, hogy most ugye nem lehetett hozzányúlni, majd eldől valamikor. Most tervezünk egy házat beadását, tehát szerint. Most vagyunk az előkészülete annak, hogy a kis csőszházat akkor most rendbe hozzuk, történtek az eredeti felmérések, úgy néz ki, hogy megpróbáljuk megmenteni. Itt a tetőzet, ami úgy néz ki, hogy már jobban bele fog szólni a dolgokba, és egyáltalán adnak rá pénzt, mert viszonylag úgy tűnik, hogy rosszabb állapotban van, mint gondoltuk, de itt is ugye festés, palozatcsere lenne, világítás. Itt két néprajzi, egy néprajzi, tehát inkább családtörténet, egy kiállítás lenne néprajzival egybekötve, hiszen lenne a korábbi mamaszoba, ami megvan most is. Igen. Ehhez most a felújításkor hozzá kellett nyúlni? Most nem. Tehát maradt most nem nyúlhatunk hozzá, mert nem, ez az épület rész nem tartozott bele, illetve kialakítanánk azt a helyiséget, ahol Ruzicskai Gyuri bácsi aludt, tehát ahol pihent, azt mutatnánk még be a látogatóknak, a raktárhelyiséget megtartanánk, illetve azokat a gyűjteményeket, amik ők korábban összegyűjtött. És a másik nagyon fontos és jelentős lépés lenne, meg álmom, hogy egy tisztességes mosdóhelyiséget tudjunk kialakítani a látogatóknak. Hát ez nagyon tisztességes álmom. Tavaly kihúzták, mert hogy melléképület felhúzása lett volna pluszba. Reményeink szerint most talán ezt nem fogják, de megpróbáljuk mindenképp. Úgyhogy egy látogatóbarátabb mosdóhelyiséget tudjunk kialakítani, tehát egy jó kiállítással tudjuk fogadni a látogatókat. Bizony, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Említetted kétszer is Horváth Marian, ugye ragyogóak azok a foglalkoztató füzet, jól mondom? Igen. Ami megjelent, gondolom, hogy ez alsó tagozatos, vagy felső tagozatos? Igen, alsósoknak, elsős, inkább kicsiknek alsósoknak, igen. Jó. Igen, hát mindenkit arra biztatunk a gyakorló pedagógusok közül a környéken, hogy szívesen szervezzük. Hát reméljük, hogy sokan el fognak jönni, tehát ez az átalakításhoz kapcsolódó mind a kettőt, igen. A mostani most lesz egy amúgy is ilyen. Ugye olyan szezont élünk, vagy időszakot, hogy erdélyi iskolák, meg tanulmányi kirándulások. Igen. Május végé, meg gondolom, hogy még június elején is a tanév végezték, ugye fokozódnak az iskolai kirándulások, tehát jó szívvel tudjuk ajánlani. Szilvási Ákos úr, ő ténykedett nálatok? Igen. Ő készítette a bútorokat. Most őt azért emeltem ki a sok munkat. Ő készítette a bútorokat, ő volt a sínrendszer kialakítója, tehát ezt ő, illetve a nyomdai munkákat is ő végezte. Ő tehát végezte az ő feladata volt ez. Tehát így alakult ki ez az egész ilyen formátumban. Igen. A reklámra egyébként pedig a Turisztikai Destinations Managementtel kötöttünk egy szerződést. Igen. A múzeumra is az egész kiállítási átadási procedúrát, tehát december 31-ig, tehát ők alkotják meg ezeket a szép kis meghívókat, ők reklámozzák, igen. És egyébként látszik is a hatása egyébként, tehát ez sokat jelent, hogy egy külön foglalkozik valaki vele. És
ne hagyjuk ki, hogy nagyon mutatós leporáló füzetek Igen, kerültek igen. oda Hát a ez még pultra. Mariannak, illetve a Igen. munkatársainknak, vagy sokat beszélgettünk ugye Igen. Ákossal, többen voltak benne, ugye Marian, Gyulai Mária, Maravich Zoltán Szimpatikus a készítette ezeket, tehát igen. megfogalmazásuk, tehát egyszerű, áttekinthető, és mindazon gyerekek és felnőttek, akik még nem jártak a Ruzsicskai gyűjteménybe, ugye, hogy elolvassák, akkor Igen, hát világos az lenne a lényeg, hogy számukra. megismerjék és megszeressék a Igen, igen, festészetet, illetve igen. Szarvas megismerjék. Igen. Ami még végtelen szimpatikus, bár ugye hát ezt elmondtuk, hát ez egy galéria, tehát nem egy interaktív kiállítás, de ezzel együtt nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ezek az ismertetők, rövid összefoglalók Ruzsicskai korszakairól kikerültek a falakra is. Igen, ez még Szentesre Sózsuzsának volt az ötlete, hogy Nagyon jó. korszakonként mutassuk be, és ez így sokkal értetőbb és áttekintetőbb, Pontosan. hogy az Ruzsicskai György életműve, tehát ez ilyen szempontból fontos volt. Igen, mert az kétségkívül az utóbbi évekből, most már azt mondhatjuk évtizedekből, hogy Ilonátok terhes néni mindent megtesz, amikor rájön, de uram, bocsánat, most vannak olyan időszakok, hogy Igen. éppen nem ér rá elmesélni, nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel, jó szívvel a csoportoknak a hely történetét, illetve a képek jelentőségét, na de íme ott van akkor Így van. És ez segít a Zsuzsannának ottani ez a... mindenkori teremőrnek, hogy ő is tudjon Pontosan. beszélni róla esetleg, hiszen ők is ismerik az anyagot. Így van. És a csoportvezető felnőtteknek is nagyon Igen. nagy segítség, hogyha a személyzet véletlenül nem érne rá tényleg Hát ott is most ugye részletesen. az az átalakítás lényeg, hogy látogatóbarátabbá tegyük, tehát a bejárattól rögtön be tudjanak majd jönni. Igen. Ott még nem nyertük meg azt, hogy egy üveg bejáratot tudjanunk, itt nyitva lesen mindig az ajtó, hiszen télen akkor igencsak Igen, lehűlne, még igen. azt lenne jó nagyon megcsinálni. Azt kaptunk is rá esetleg ígéretet, hogy a város azt meg tudja oldani, és akkor így még sokkal nyitottabb, vára befogadóbb épületet tudunk létrehozni. Igen. Az imént említetted igazgatóra a csőszázzal kapcsolatos újabb pályázati elképzelést. Ezt kifejezetten csak arra a blokkra, vagy a teljes külső megújulására? Csak a hát külső-belső lenne természetesen, ugye ez kilátási szintén... De csak a csőszáz. Csak a csőszáz. Igen, csak a csőszáz, hiszen a másikat már megvalósítottuk. Igen. Tehát ezt kifejezetten a csőszázra írnánk, hogy ez kilátási szintér létrehozása vagy felújítása címszó alatt mehet, és ebben van némi kép, ugye épület átalakítás is rendbehozatal. Reményeink szerint, ha elfogadják, akkor megpályázunk majdnem a teljes összeget, amit lehetséges. Hát tavaly ugye 30 millió pályáztunk a kiáltótérnél, ott 11-et kaptunk, ugye a város pótolta ki a többit, majd több mint 4 millió forintot. Hát reményénk szerint itt azért többet fogunk kapni, hiszen a épület nagy viszonylag rossz állapotban van, tehát Igen, csak felmerült az ifjabbak ötlete annak is, hogy gyorsan esetleg lebontsuk, vagy hogy megtartsuk. Ugye ezt mindig elmondjuk, hogy ez egy alap nélküli, klasszikus igen, csőszáz igen, igazából, igen. tehát ugye azt a szerény lehetőségek Igen. szerint annak idején Hát az felhúzták. építészek mondják meg, hogy mit érdemes, mit ami bele Pontosan. kell tenni, mert úgy fölösleges valamit megcsinálni, hogyha mondjuk összeomlik, ha pedig Igen. nem úgy csinálják meg, akkor lehet, hogy nincs értelme. Volt teszem, hogy a padlástere is hát a lehető legszolidabb kivitelezés. Igen, sajnos igen, voltak fönt szombaton, pont kint ki is mentem én is azért, hogy lássam, hogy hogy alakulnak a dolgok. Mondták, hogy hiányzik pár dolog, tehát igen, igen. nem az a 100 évre épített épület sajnos. Így van. Tehát azért ez így van. De hát bízzunk benne. És akkor maradjunk még a képtárnak a külső megjelenésénél. Emlékeim szerint ugye volt egy olyan elképzelés, hogy restauráljátok a nagy képét Ruzsicskainak a falon? Vagy, hát vagy... amikor kidőlt a tölgyfa, akkor megsérült valamennyire, ott helyre lett állítva, ja, az, az, része, a hiba helyre az, lett állítva. Az most látszik rajta még pár sérülés, pont most beszélgettem Fabó Évával ez ügyben, hát ott kell majd kisebb javításokat, pótlásokat eszközölni, meg kell vizsgálni, alaposan át kell nézni, tekinteni ezt a dolgot, de valószínűleg meg fogjuk azt is csinálni, ha nem idén, de legkésőbb jövőre, tehát túl sok nem lehet húzni. Tehát nem tragikus az nem, állapot? Nem, hál' Istennek, nem, nem vészes. Ez a lényegem. És akkor még visszatérve az ismertetőkhöz, ugye ez már régi elvárás volt, hogy több nyelvű legyen az Igen. eligazítása a csoportoknak.
Ezt mindig nehéz ugye eldönteni, mert hát ötletek azok vannak, de hát a pénz az meg szűkén Igen, van. igen. Hát most a pályázatban volt rá valamennyi keretünk, szerencsére ugye a szlovákot a néprajzosunk fordította le Szabó Tünde, Igen, a Balogh igen. Tünde, bocsánat, mert Igen, igen, magyarosította, igen. és angolt pedig egyik munkatársunk fordította le, aki sokáig kint élt Angliában, hogy ott nehézségek voltak mindkét, ja, két címeket meghagytuk magyarul, Igen. Ezt nem változtattuk meg, de nehéz volt ugye pár szót, hogy tudjuk lefordítani szlovák vagy angol nyelvre, de szerencsére megoldották a Igen. kollégáim. Megmondom őszintén, hogy ugye az angol az világos és egyértelmű. A szlovákot meg annyiban tartom szerencsésnek, ugyan ez egy szubjektív vélekedésem, abban én nem hiszek, hogy Szlovákiából ezrével özönölnének a turisták, de amiért nagyon-nagyon dicséretes, hogy azt tudjuk, hogy hál' Istennek az itt tanuló gyerekek, meg a környéken szlovákot tanuló nagyobbacska gimnazisták, mondjuk Békés Csabán is, ugye szívesen látogatják, és az ő néprajz és művészeti ismereteiket mindenképpen. Persze, meg egy plusz forrás esetleg a tanulni nyelvtanuláshoz, igen. Tehát ilyen szempontból tökéletes. Na, ezzel nem akarom azt állítani most, hogy ne legyek túlzó, hogy nem jönnek Szlovákiából vendégek, de tehát nyilván, hogy... Szoktak szerencsére egyébként, tehát sokan visszalátogatnak, vagy jönnek. Akár testvérvárosiban, vagy valami civil szervezetés. De vagy... szoktak egyébként, tehát nagyszerű. Minden évben fel szoktak bukkanni Szlovákiából. Az nagyon jó, de mondom, én a gyerekek szempontjából nagyon hasznos. Abból természetesen. Tartom. Nem mostani feladat, csak a későbbiekben, ha már a fát is említetted, az udvarnak, illetve a kis kertrésznek, vagy parkrésznek a megújítása, arra is egy külön pályázatot hát azt kell külön, azt valahogy meg kell oldanunk, beszélgettem nemrég a KOMIP igazgatójával erről, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Ugye ott fákat kéne kivágni, tehát kéne egy kertészeti elképzelés, egy művészeti elképzelés, hogy tudjuk összeegyeztetni. Igen. Ugye van egy külső kerítés, ami inkább csak ilyen látszólagos, hogy ezt hogy tudjuk megújítani. Ugye a buxusokat megette az a bojlepke, azokat is ki kéne vágni, de most úgy tűnik, hogy idén nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Igen. Tehát újakat kell ültetni. Most az a tervem jelenleg, hogyha túl leszünk a múzeumon, meg a bepakoláson, hogy ott is elég sok munkánk lesz, hogy jövőre akkor ugye már a tölgyfáradnak megvan a helye, tehát úgy egy új tölgyfát szeretnénk ültetni Rudicskai szobra mögött, illetve a kertet először az előrészt szeretnénk lehet betenni. Nagyon fontos lenne ott a buxusnak, a folytó növényeknek a kiírtása. Igen. És akkor utána szépen elkezdenénk a fákat kivagdosni, ami fölösleges, esetleg újakat ültetni, amelyek későbbiek során ilyen szép kis ligetes, az Erzsébet ligethez méltó. Úgy rendezetlen, hogy rendezetlenséget hogy tudjon mutatni, és akkor ilyen természetesen tudnánk bemutatni. Igen. Tehát az alkotótelepnek kitűnő lenne. Másik, ha már alkotótelep, ugye évről évre nagy lelkesedéssel gyűlnek össze, itt a mondandód elején említetted is, hogyha van egy ilyen tábor, le tudjanak ülni. Erre a nyára mi várható? Ugyanezt a kettőt szeretnénk megszervezni, egyelőtt a tervünk. A Rudicskai György alkotótelep az már, ott adtunk is be egy pályázatot a működtetésre, hogy ne csak a város forrásaiból támogassuk, ugye megvan rá a forrás szerencsére, tehát az megvan, de ezt szeretnénk mindenképp csökkenteni. Ott úgy tudom, megvan már a névsorolás, hogy ki fognak jönni, tehát megvan az időpont is, minden le van foglalva, a szállás, az étkezés, az megoldódott. A Teres Néli által szervezett Korbely Istvánféle művésztelep pedig szintén szervezés alatt van. Ott már inkább az a probléma, hogy kezdenek sokan lenni, szerencsére. Az elsőt, bocsánat, azt a Bereznai Péter jegyzik. Igen. Bereznai Péter szervezi. Itt pedig mondom, hogy a másodiknál pedig az, hogy kezdenek sokan is lenni, ami nem baj természetesen, csak ugye már sokan, tehát nem tudnak mindenkivel foglalkozni már egy hét alatt, tehát már elgondolkodtunk azon is, hogy esetleg ketté bontsuk, vagy hogy tudnánk ezt úgy megoldani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, ez a költségeket sem szeretnénk nagyon növelni, illetve
a leterheltségét se. Mert a második az hazajárós, az nem be, vagy az se hazajárós, akkor be is igen, igen, igen. De az hazajárós. Igen, igen, az hazajárós. Az első az nem, mert igen, az... Igen, igen, igen. Tehát ott, igen. Ott vendégművészek vannak, ott is vannak szarvasiak természetesen közöttük, de a másodikban inkább szarvas és környékiek, de járnak messzebb is egyébként szerencsére. Tehát viszonylag jó, hírnevesebb, ismertebb már. Igen. Ennek kapcsán is, meg szintén még a beszélgetésünk elején, ugye a belső tér kialakításáról, átalakításáról beszéltünk, ugye megtapasztalhattuk, de ennek is megvan a maga prózai szakmai oka, hogy a megnyitón a kis terem az üres falakkal, de szándékoltan üres falakkal, mert ugye az egy ilyen változó. Így van, gyakorlatilag azért is, mert ugye múlt héten volt a megnyitó, most pedig már kezdenek a Hován Kálmán Műszertapiskola tanárai bepakolni a héten, igen, hogy hétvégén meg tudják nyitni a diákoknak a kiállítását. Tehát tulajdonképpen ezért is volt, és szándékosan is volt, hogy meg tudják nézni, hogy milyen üresen a terem, és hogy milyen átalakítások voltak, hiszen nem mindig veszik észre. De ez egy nagyon szerencsés, mert gondolom, igen, hogy jó érzéssel néztek. Persze, meg nem mindig veszik észre, hogy milyen átalakítások voltak, ha vannak képek a falakon, viszont egyértelművé vált, hogy milyen átalakítások most voltak. Most aztán szabadon tervezhet. Igen, igen, igen. A hovánosok tárlata meddig lesz? Két hétig szeretnék fenntartani. Ugye nekik az iskolaidő miatt lett ilyen szűkösebb, én szerettem volna hosszabban, hiszen nagyon kellemes a kis alkotásaik vannak a gyermekeknek, amíg is fiataloknak, igen, de most két hétig lesz, és utána vissza fogunk állni szépen a korábbi rendhez, hiszen Ruzicskait is fogunk kiállítani, illetve meghívott alkotóknak a műveit is. Tehát ahogy megszokhattuk igen, az előző években. Még mindig egy picit, de nagyon izgalmas témában a megnyitónál maradva. Ott a beszélgetések során azt hiszem, hogy nekünk az Ilonátok Teresnéli árulta el, hogy egy nagy hagyaték került a birtokotokba. Van egy megbeszélés egy szegedi úriemberrel, vagy ez még az még áll, aki szeretné be is mutatni a hagyatékot. Ruzicskai rajzokról van szó, teljesen más stílusúak és más technikával készültek, mint amiket eddig mi találkoztunk. Majd megállapítják, hogy valóban az Ruzicskai-e vagy sem. Én nem értek hozzá, sajnos. Tehát még vizsgálják még a szakértő. Nézzük, de mindenképp ezből a kiállítás, tehát mindenképp egy érdekességként be fog majd kerülni kiállítási tematikába. És akkor ő ezt kölcsönzi? Kölcsönözni szeretné, kölcsön, illetve valamit fel is ajánlana a múzeumnak. Isten tartsa meg a szakértőt. Az alkotóháznak. Jó, akkor erről ennyit, és nem kerülhetjük meg ugye a múzeumnak a mostani helyzetét, hol tartanak a felújítását? Hát az építkezés befejeződött, a könyvtárat visszapakoltuk, ott még hát úgy, hogy a könyveket visszavittük, igen, ott a könyvtáros, igen, a könyvtáros dolgozók gyakorlatilag, amikor van rá idejük, ketten-hárman kimennek és szépen rakogatják vissza. Úgy néz ki, hogy szeptemberig ők is kész lesznek. Most a minisztériumnál egyelőre áll még a közbeszereztetés, a bútor része. A informatikai résznél dolgoznak a munkatársaim, tehát nagyon keményen csinálják. A napi munkájuk mellett az, hogy az informatikai részes kéréseknek megfeleljenek, előkészítsék. Ugye mondtam, másik pályázat mellett még ez is, tehát a napi munka mellett ez kicsit sok lesz mindenkinek, de hát ez ezzel jár sajnos. Úgyhogy talán, ha a bútor minden beszereztethető júli végéig, akkor lehet, hogy szeptemberben, szilvanapon meg tudunk nyitni. Mondom, ha minden jól alakul. Mert igen, nekünk is kell. Nem rajtatok múlik. Igen, így van, nem rajtunk múlik, nem a városon múlik, ez most följebb áll kicsit a dolog. Igen. Annyi, hogy ugye nekünk kell egy másfél hónap a bepakolásra, takarításra, előkészületekre, hiszen hiába van meg a bútor, tehát nem tudunk másnap megnyitni, vagy bepakolunk tipsrops. Túl sok a cucc, amit szeretnénk, vagy a anyag, amit szeretnénk visszahelyezni, illetve a megfelelő előkészítése. Már egyébként elkezdtük a tisztítását ezeknek az előkészületeit, de azért kell hozzá idő. Igen, igen. Tehát optimális esetben szilvanap. Vagy inkább utána. Vagy inkább utána. Jó, hát majd látjuk.
és visszatérve a szárazmalomra, lesz őrlés pünköskor, vasárnap, akkor ezzel ott már készülünk is, Bencsik Pali bácsi jön a lovakkal, és igen. Azért lesz most kivételes alkalomból vasárnap, nem pedig szombaton. Tényleg szombaton szoktam. Igen, vasárnap lesz, mert a TDM-nek lesz egy tévéfelvétele aznap, és akkor ezt alkalmazkodtunk, hogy a helyi termékeket csináljuk. Igen, és akkor, köszönöm szépen, ebbe szeretnénk bekerülni mi is, és akkor előzetes, kedves nézők, hogy helyi termékek vásárolunk. És akkor mi is bekerülnénk ebbe, és akkor bemutatnák a szárazmalmot is, ami mindenképp egy jó reklám, hiszen nekünk ez fontos, hogy minél jobban tudjuk ezt reklámozni és bemutatni. Így van. Az év folyamán mikor terveztek még bemutató örlést? Ugye 4 bemutató örlésünk van, van a pünkösdi, a következő a július 15, talán az a szombat oda kerül, akkor augusztus 20, ja, igen, tehát és a szilvanapi, és a szilvanapi, ami hivatalos, de a bejelentés alapján ugyanúgy vállalunk ki a további is örléseket. Igen. Visszatérve a felújításhoz, ugye a korábbi beszélgetésekben szintén sokszor felvetődött, hogy távlatokba egy, jól mondom, látványraktár? Igen. Jól mondom? Igen. Az látványraktár készülne el. Megítélésed szerint ez mikor? Hát, mivel úgy tűnik, hogy az, amit eredetileg elképzeltem, az kicsit sokba kerülne. Értem. Egy könnyű szerkezetes raktárhelyiséget terveztem ugye a Vajda Péter utca 20 vagy 13-ban, ahol, ja, most, ahol most a régészeti raktárbázisunk van. Ott van rá hely is. Viszont annyira megszaladtak az árak, hogy ez most kicsit drágább lenne. Nem tettem le róla, hiszen ez lenne a legjobb megoldás, hogy akkor úgy tudjunk bemutatni. Egyszer tudnánk raktározni és be is mutatni a látogatóknak. Tehát ez egy könnyű szerkezetes. Így van, igen, de azért zárt, részben fűthető, tehát nem csökkenne mondjuk a hőmérséklet 0 fok alá, a tárgyakat így meg is tudnánk rendesen óvni, illetve be is tudnánk mutatni részlegesen, illetve kutathatóvá tudnánk tenni sokkal jobban. Erre nagyobb pályázat lesz majd valószínűleg. Próbáljuk majd kitalálni, hogy hogyan tudnánk ezt minél jobban megoldani. Ez lenne a legjobb megoldás, hiszen a Mitrovszki kastélyban nem maradhat örökké, illetve hát azért csak sokáig vannak ott a tárgyak, tehát nem tesz nekik se jót ez a fűtetlen helység. A régészeti résznek ez nem annyira veszélyes, de a néprajzi anyagok azok, egy részének nem tesz jót, főleg a faanyagnak, a textíliának. Pont az egyik ilyen pályázatunk a Járeszékhelyes Múzeum negye a textilanyagnak a megóvása lenne, egy külön szekrényben, amit átvinnénk a Molnárházba. Hát lasszacskán, de nyilvánvaló pénz szűkében ilyet, de lassan, de azért próbálunk haladni előre, és mindenre pályázunk, amire lehetséges. Ha már menet közben itt a Molnárház, akkor arról is ejtsünk egy mondatot, hogy ugye akik nagyon sokan, hál' Istennek, vittek oda a csoportokat, ellátogattak, kaptak egy icipici keresztmetszetet a város történetéből. Továbbiakban mi az elképzelésetek a Molnárházzal? Hát a Molnárház most kétfajta elképzelés van. Egyik az, hogy kiállítóhelyé alakítjuk, a következő egyik ilyen kubinyis pályázatban akkor azt újítanánk meg és hoznánk helyzetbe és csinálnánk belőle kiállítóhelyet. Ugye ott két helyiséget tudunk kiállítóhelyé átalakítani, illetve lenne egy kisebb irodai funkció is megmaradna, és egybe kötnénk a szárazmalommal, tehát nem külön funkcionálna. A B-terv, visszatérve a raktárhelyiséget, vagy nem is a B-terv, inkább a C, hogy ha nem tudunk raktárhelyiséget kialakítani, mikor ki kell költözni a száraz vagy a Mitrovszki kastélyból, akkor a néprajzi anyag egy anyag oda kerülne gyakorlatilag, és akkor néprajzi raktárként működtetnénk. De mondom, ez inkább csak ilyen B-C-G-terv. A legfontosabb az lenne, hogy kiállítóhelyként tudnánk működtetni, és az lenne a legjobb mindenkinek. Igen. Célszerű megoldásnak tűnik. Szóval végezetül egyetlen egy, sokszor csak ámul az ember, kapkodja a fejét, de hát legnagyobb fájdalmamra többnyire olyankor nem szoktam ráérni, hogy nagy elánnal nyomjátok a felújítás és a megújuló múzeum népszerűsítésére is egy is kell, ugye az előadás sorozaton. Igen, igen. Most ugye a könyvtárban, gondolom, hogy amikor megnyílik majd a múzeum, akkor igen.
nyár előtt még mit terveztek? Ugye ez Valestyán Balázsnak volt az ötlete, Nagyon jó. ő karolta fel, kezdve nagyon sokat segített, és hozott is különböző Hogyne? Á, előadó, jobbnál ő jobb is tartott témának, előadásokat is pontosan. egyébként. Ugye most említetted, hogy... Hát most volt a szántóföldes Igen, háború, igen. vagy micsoda, amit nagyon sajnáltam, de nem értem. Ja igen, Négyesi Lajos Igen. előadása a hadirégészetről, Igen, ugye egy igen. nagy muhácskutató, Muhi Pontosan. csata, Hát az Újzrínyi önmagában várat, is igen. az, hogy egyre inkább fókuszba kerül a mohácsi nagy évforduló, meg hát Igen. egyáltalán ugye az, hogy a hadirégészet az valamiféle, hogy az Igen, hát amatőrök ugye ez körében az is évben a reneszánsz. keresősből indult ki a Így van, Dunántúlon, főleg igen. ahol nagy harcok Pontosan. voltak, ahol fémeket Igen. kerestek. Van már erre precedens az Alföldön is, Orosházán például működik Van a bizony. fémkeresők és a múzeum közötti Igen, kapcsolat. igen, Ugye ez igen. mindig a két fél közötti kapcsolaton múlik. Igen, nem összetévesztendő az illegális Nem, nem, de azért műtőkkel, mondom, ez tehát egy így nagyon van. komoly szakmai Igen, igen. És elképzelés. ellenőrzéssel is működik, tehát úgy Tehát ez működik. lement. És most ugye mondtad, hogy Szirony Pál fog Igen, fellépni most igen, szerdán. igen. Utána Takács Miklós a első világháborús repülésről fog beszélni. Nagyszerű. És utána Június első hetében. Június első Igen. hetében, és utána 12-e kimarad, mert hogy ott a könyvtárnak lesz egy rendezvénye, Értem. és utána záróként Valestyán Balázs fog még egy előadást tartani szintén a És ezzel délvid, és ezzel lezárul ez az idény ez a mindenképp, szezon, és aztán igen, majd a nyár és akkor elmúltával ősszel, folytatódik majd. ha már minden jó, akkor a múzeumban tudjuk folytatni, vagy lehet, hogy kezdve a könyvtárba kezdjük, de mindenképp a Igen, múzeumban. ilyen szempontból ugye kellemes a hasznosan. Így van. És a a könyvtár nagyon könyvtárnak is, kedves, hogy meg helyet pontosan adnak ugyan nekünk, tehát a segítségkészek is együtt működnek. kiállítása, és néhány alkalommal örömmel tapasztalom, hogy most már rájöttek, mint házigazdák, hogy hangosítás sem árt, mert vannak bizony idősebbek, nagyot hallók. Legnagyobb szívfájdalmamra egészen más műfajban a költészet napi nagy versfolyamban, nem minden időpontokban volt ez megszervezve, nálam majd ebből is okulnak, de visszatérve itt a múzeumi sorozathoz, minden elismerés a Valastján Balázs irányába is, hogy ilyen nagy lelkesedéssel szervezi ezeket az előadásokat, és tényleg mindig hoz valami, ahogy legalább a témákat megnézze, valami újdonságot, Igen. ami gondolom, hogy a fiatalok fantáziáját is Persze, vegyes, hogy mindenkinek megelégedésére legyen, Csöpet és olyanokat mutatunk be, sem amit Szarvasi, illetve igen. Magyarországhoz kötődő történelmi igen. események. Így van. Vagy a világhoz. Így van. Igazgató úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Elmondtad a Ruzicskai ház történetével, megújulásával kapcsolatos gondolatokat, és hát örömmel hallgattuk, hogy mi minden várható még az imént említett előadás sorozattal, és a továbbiakban, meg pedig bízunk, hogy úgy azért, hát akkor most mondjam, hogy szilvanap előtt, vagy előtte, vagy előtte nem hát valószínű. Közben nem, vagy utána. Igen, hát hogy reméljük, hogy szeptemberben Igen, megvalósul. Akkor az egyszeri Székely Bölcs is azt mondta, amikor mutattak, a 100 éves Székely János bácsinak egy teknős békát a Székely falu közepén, hogy hát János bácsi meg tudja mondani, hogy mi ez a jószág. Hát én meg tudom, na akkor mondja meg. Hát emberek, ez vagy valami, vagy megy valahova. Tehát akkor most nem szélvonap vagy előtte, de egy a lényeg, hogy haladnak majd a közbeszereztetés után a munkálatok. Köszönöm még egyszer. Kedves nézők, önöket pedig arra biztatom, hogy majd maradjanak velünk a továbbiakban, hiszen az est második részében érkezik dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója, aki minden bizonnyal a Cervinus Művészeti Fesztiválról és sok más izgalmas, aktuális színházművészeti érdekességről fog beszámolni. Ahogy említettem, volt kedves nézők, a szünet előtt egy új témával megyünk tovább. Időközben kedves visszatérő vendégünk dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatónője megérkezett, berepült, bezuhant Bokros, sőt, megbokrosodott Endrői közepette. Hát az a helyzet, hogy azért ezt a színházlátogatók is érzékelhetik, nekik ez nem úgy, hogy micsoda
nagy üzem folyik, szinte iparszerűen, szó szerint, a nyár egész folyamán a vízi színházban, de most gondolják el, hogy most már iparszerűen folyik a külszínházi szezonban is Szarvason, tehát itt nincs megállás. Köszönöm szépen, hogy ideértél. Én köszönöm a mielőtt meghívást. Belependítenénk a Cervinus Fesztivál előzetesébe, egy óriási dicséret kijár az ötletgazdának, majd aztán kiderül, hogy ki volt az ötletgazda, illetve Timkó János színművésznek, aki valami lélek fényező, torokszorító, könnyekre fakasztó stílusban adta elő a Lengyel Béla emléktába avatási kegyeleti katonai dísz ünnepségen a kegyeleti névsor, talán így a igen, legpontosabb. Tehát, hát azt azért tudni kell, hogy nem mindegy, hogy ki olvassa föl. Hát tehát, ez hogy, abszolút nem mindegy. Hogy én azt gondolom, hogy a János az a kollega, akiből gyakorlatilag olyan szinten árad ez a típusú erő, és ezt olyan, az és mögötte biztos áll, tehát hogy ő színészként, emberként is mögötte áll ezeknek a dolgoknak, hogy valóban egy nagyon, nagyon szép és nagyon méltó megemlékezés sem belül, ő is egy nagyon igen, szép és nagyon azért, méltó. Azért jó, hogy úgyhogy átadom neki majd, mert a színészek ilyenkor nagyon tudnak örülni, hogyha valamit szépen megcsinálnak, ugye köszönjük szépen. De én már nagyon sokan, jó Isten tudja megmondani talán, én magam nem, hogy hány kegyeletében katonai, meg civil hasonló jellegű ünnepségen vettem részt, meg szeretnék is még egy darabig, de az a lényeg, hogy itt azzal a lengyel hagyományőrző díszlagú díszlettségének a hadnagy urával az ő mondandója, és az a stílus, amit a lengyel katonatiszt is rátett, meg hozzátett, tehát nagyon, tökéletes nagyon volt az összhang. Jó, akkor erről nagyon ennyit, akkor van még egy kötelező közös házi feladatunk, már erről is beszéltünk már, meg hallhatnak a nézők minden nap a következő napokban, csak azért mondom, hogy és ismétlem, hogy ne felejtsék, hogy a Cervinus Teátrum színművészei jelesülte és közreműködsz a Nemzeti Összetartozás napján, a trianoni megemlékezésen, azt mondja június 4 és kedd is, és 14.30-kor kezdődik a történelmi ország középen. Maga a megemlékezés előtte a hagyományos emlékfelvonulás 14-től a történelmi emlékúton. És akkor, hogy pontosak legyünk, ugye két kollégámmal hárman-hárman veszünk részt ezen a megemlékezésen, igen, és mi szolgáltatjuk a megemlékezéshez az ünnepi műsort, és akkor csak, hogy felsoroljam őket, Régler Renát a kolléganőm, akiről ugye tudja a közönség, hogy körülbelül egy éve csatlakozott hozzánk, és azóta és nagyon ügyesen erősíti a fiatalok gárdáját, és hát Timkó János színművész, aki pedig a... Hát egy ilyen őserővel ott a őserővel, helye. Igen, egy ilyen őserővel ott a helye, ez így igaz. Pontosan. Hát akkor, ha szabad javasolnom, akkor Cervinus Fesztivál. Zajlik az élet, igen, elindult a nyári szezon. Nagy-nagy-nagy felkészülés zajlik, tehát gyakorlatilag azért az elődeszesz... Na tessék, hát el kell mennem beszédtechnika gyakorlatra. Előzetes műsort szórólapját már láthatta a közönség. Így van, így van. Azt is láthatják, hogy ugye mi megtaláltuk ezt a nagyon szép aranyszínt, és nem változtatnánk ennek nem a... Is kell nem is változtattunk ebben az évben ennek a külső megjelenésén. Június 18-án lesz a hivatalos sajtótájékoztatónk a Vízi Színházban, tehát 6. 18-án, ahol igen, a közönség délelőtt, találkozhat ugye? Már délelőtt, találkozhat már a lapozós műsorfüzetünkkel is, úgyhogy már az is gyakorlatilag az utolsó simításokat végzik a kollégák, megjelent az újság, tehát én azt gondolom, hogy a közönség igen, most már... Igen, külön köszönöm, hogy hozzátetted, mert ugye ezt most már százával kérdezték nap mint nap az emberek, hogy akkor mi van a nagy színházi újsággal. De egy a lényeg, mert ugye a témánk a Cervinus Művészeti Fesztivál, hogy az újság egy megjelent. Egy kicsit nehézkesen készült igen, el az igen, idén, hát. Tehát sokat igen, tolódott, igen, azt gondolom meg, hogy az összeállított. Nem tudom, hogy mi volt a probléma, igen, mi is vártuk nagyon, mert a mi szóróanyagunk az már azért egy pontosan jó ideje megjelent meg a honlapon, illetve a Facebook oldalon, minden hogy a nézők tájékoztatására, de most már, hogy most a hagyományos helyeken, gondolom nálatok is, Jóskán a Cervinus Teátrumban, a polgármesteri hivatal portáljon a Béke utca felől, igen, megtalálható természetesen a Turinformban, és a színház barátok legnagyobb örömére, ugye onnan már nincs se repülő szárnya, se kereke, de én garantáltam évekkel ezelőtt, hogy akkor én eltipegyek vele a könyváruházunkban, mert hát hol nem, ha a könyváruházban nem lehet nyári színházi
magazinhez hozzájutni. Ez is, mint minden más alkalommal, ingyenes példány. Arra kérem a színház rajongókat, hogy akár a Cervinus Fesztivál majdani kis fizetétek a szórólapokat, hogy azok vigyék el, azok vigyék készhez, akik használják is gyakorlatilag, és hát igen, haszonnal, igen, mert hogy azt gondolom, hogy ez ennek azért elég erős anyagi vonzata van, hiszen ezeket előállítani, kinyomtatni. Nem két fillér, és azért mindannyian arra törekszünk, itt Szarvason egyértelműen a színházban, de én azt gondolom, hogy a Teátrumi Társaság is, Békés Csabai Színház is arra törekszik, hogy tájékoztassa a közönséget, de ez bizony nem jó érzés, amikor az ember azt látja, hogy igen. Mondjuk kikerül a kukába. Tehát aki ezekből a példány tényleg olyan helyre adja tovább, olvasásra, ahol érdemben tud hasznosulni. Azt gondolom, sok izgalmas program vár mindenkit. Rengeteg. Egyik izgalmasabb. És hát maga a színház, a Cervinus Teátrum is egy nagyon izgalmas időszaknak néz elébe, hiszen most volt egy olyan hónapunk, amikor tudatosan nem tartottunk a 12 hónapból egy hónapot színházi előadást. Igen. Bár ez sem egészen igaz. Így terveztük, én szerettem volna, hogyha ugye általában a színházakban van egy két hónapnyi szünet nyáron, nálunk ilyen nincs, hiszen tudjuk, hogy nem lehet. Nekünk az ünnepnapok, hétvégék, a két ünnep közötti rész a karácsony, tehát bármit nézünk, mi azért állandó készültségben vagyunk és dolgozunk, és én azt terveztem, hogy majd májusban akkor legyen egy olyan hónap, amikor úgyis ránk tör a tavasz, mindenki elindul a hétvégi ház felé, picikét másfelé. De a munka az meg nem állt meg. De mégsem sikerült ezt az egy hónapot sem betartani, hiszen büszkén jelentem, hogy kénytelen voltam visszavonulót fújni, hiszen például a Drótos Jankó meghívást kapott a Hagyományok Házába is, illetve vidékre is. Úgyhogy azt a két előadást bizony nem utasítottuk el, hanem megtartottuk, nem nagyon nagy sikerrel, úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogság számunkra. Maradt ez a 3 hét, amikor tényleg aztán nem volt színházi előadás, de közben pedig nagyon sok fellépésünk volt. Igen. Tehát, hogy ettől még a színészeink megjelentek rendezvényeken, falunapokon, bálokon, ünnepségeken, tehát gyakorlatilag zajlott tovább az élet. És hát még mielőtt elkezdjük a nyári fesztiválunkat, két előadással is elindulunk. A Valahol Európában egy szabadtéri előadás keretében Gyöngyösön lesz látható. Még itt most júniusban 26-án, tehát ennek nagyon örülünk, hogy a szabadtéri színpadok megtaláltak minket, és bizony nagyon sok a felkérésünk. Majd Jászberényben, ahol már volt szerencsénk a Valahol Európában előadásával kettővel is egy napon bemutatkozni, most meghívtak a szabadtéri színházukba, és ott pedig a Hotel Mentollal fogunk bemutatkozni, 6-án, július 6-án. Majd alig, hogy befejezzük a Cervinus Fesztivált, elutazunk Budapestre, a Városmajorba, ahol két alkalommal játsszuk a Valahol Európában című előadást. Rá egy hétre újra a Városmajorba utazunk, ahol a Csodaszarvas című előadásunkat játsszuk két alkalommal, tehát két nap különböző napon. Igen. Majd elutazunk Nyárasdra, és ott a Fekete Péterrel mutatkozunk be, úgyhogy a nyár az zajlik, és épp valamelyik nap kaptam egy telefont, hogy nagyon szeretnének minket augusztus 20-ára több helyre is egyszerre. Hát de az jó, csak hát... Sajnos az augusztus 20-át, mint színházi előadással és mint vendégjátékkal nem tudtuk vállalni. Egyrészt azért, mert itt augusztus 20-án a mi színészeink egy nagyon szép zenés műsor összeállítást egy másfél órában biztosítanak a szarvasi közönségnek. Másrészt vannak olyan szereplők, akik soha máshova nem tudták tenni már a szabadságukat és azt az 5 nap nyaralásukat, mint arra a környékre. Pontosan. Úgyhogy eljutottunk ide, és ezt csak azért mondom, hogy olyan jól működik a színház, vagy szeretik a színházat, vagy olyan sok a meghívásunk, hogy bizony van, amikor nekünk azt kell mondani, hogy köszönjük szépen a meghívást, de csak egy másik alkalommal, tehát nem tudjuk ezt fölvállalni, hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert jó érzés, amikor azt kell mondanod, hogy elnézés, de ez már nem fér bele. De közben meg azért szeretünk elmenni vidékre is, hiszen a jegyeladásunkon és a fesztiválunk látogatottságán látni, hogy nagyon sokan érkeznek most már ide Szarvasra, erre a két hetes fesztiválra, tehát nagyon sokan úgy irányítják a nyaralásukat, hogy beleférjen egy színházlátogatás is. És ez bizony fontos. Ez bizony pontosan, fontos. Hogy egyre többen érkezzenek, mert azt is csak nem a poén kedvéért szoktam elsütni, de most is elmondjuk, hogy
ugye a játszóhelyek és a szabadtéri játszóhelyek azok gombamódra szaporodnak, óriási a szakmai konkurencia, és a nagy érdemű, meg hál' Istennek ennél fogva egyre inkább igényesebb előadásokra vágyik. És te is azzal kezdted, hogy igen, hogy szabadtéri lehetőségek, na most azért, és ez nem az udvariasság mondatja velem, csak a tények, azért szerencsés, hogy sok helyre hívnak az előadásokkal titeket, mint Cervinus Teátrumot a szabadtéri helyekre, mert ezen nagyon nagy sikerrel a repertoáron lévő előadások javarésze úgy készül a díszlete ezen előadásoknak, vagy már eleve ugye olyan nagy tereket, és utaztatható, és bírja nagyon hát a nekünk ebből a szempontból ugye szerencsénk van, mert van egy kőszínházunk, aminek van egy mérete, egy színpadmérete, meg van egy víziszínházunk, aminek van egy másik színpadmérete, és minek utána mi azért szeretjük ezeket az előadásokat kivinni szabadtérre itthon is, mert más hangulatot ad neki, tehát nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekes dolog ez, ezért a mi díszleteink eleve úgy készülnek, hogy akár egy nagy teret, akár egy kisebb teret, tehát szűkíthető legyen. Hozzáteszem azt is, hogy amikor minket szabadtérre hívnak máshová, azért az vagy úgy működik, hogy már egyszer ott játszottunk bent. Igen. Tehát, és szerették a produkciót, és úgy érezték, hogy akkor ez kint is sikeres lesz, vagy fordítva. Tehát, hogy itt van például ez a Jászberény, ahol bent játszottuk a Valaholt, és akkor nyáron is gondoltak ránk. Igen. Tehát, hogy sok ilyen helyünk ez van, ahol aztán ez később is visszaköszön, hiszen mi azért évközben is elég sokat jövünk, megyünk, utazunk. Így van. Na, akkor fesztivál, akkor nézzük szép sorban. Hát a fesztivál az nagyon sűrű, nagyon izgalmas, nagyon különleges program, én azt gondolom, mert hogy minden korosztálynak próbáltunk megfelelni. Műfajilag igen, nagyon színesre próbáltuk összerakni. Tehát hagyományosan most már a Csillagfény című musical gálával kezdünk, ahol egy két részben láthatja majd a közönség, igen, ez egy ünnepi megnyitó, ez egy nagyon látványos táncos, zenés, különböző műfajokat felvonultató költészet, tehát egy nagyon szép nyáresti átfogó igen, program lesz, aminek keretén belül van az az apró pici meglepetésünk, hogy ugye kiadunk egy könyvecskét, igen, színházi történetekkel, és ennek a könyvnek a bemutató, és többet nem is akarok róla elárulni, ennek a könyv bemutatója lesz, és az alkotónak a bemutatója. De megnyugtatunk mindenkit, hogy ez rövidre lesz. Nagyon rövid lesz, de nagyon izgalmas lesz az, amit a kezébe vehet majd a közönség. Természetesen a szokásosan a Bál a víz felett a péntek estén Szarvasért Alapítvány rendezésében és a Cervinus Teátrum támogatásával jön létre a Vízi Színházban. Majd következő napon a Hotel Mentol című műzikát láthatja a közönség. Nagyon-nagyon-nagyon fogynak a jegyek, úgyhogy örülök mindenki is neki. Mindenki parkodjon. Igen. Ha jót akar már. Hollaanyó következik. Igen, a Hollaanyó az egy nagyon érdekes történet. Ugye tavaly kimaradt, tavaly előtt volt és kérte a közönség. Valóban varázslatos, amikor egy téli táj jelenítődik meg a 30 fokos melegben, de nem csak az, hanem az, hogy ez egy családi program. És teljes hogy annyira jó érzés, hogy ezt valóban szülők, nagyszülők és gyerekek épp úgy egyformán tudják élvezni, és nagyon szívesen igen, jönnek. Igen. Úgyhogy mi pedig nagyon szeretjük játszani, tehát ez egy olyan musical és egy olyan szórakoztató előadás, ahol mindenki közösen tudja majd magát jól érezni. Igen. Majd ezek után egy kicsit a szarvasiaké lesz a terep, hiszen Örömzene, Örömtánc címmel egy bemutatkozás, szarvasi művészeti csoportok bemutatkozásának biztosítunk igen, teret. Én azt gondolom, hogy igenis büszkének kell lennünk arra, hogy ebben a városban sok-sok ember foglalkozik művészettel így, úgy, amúgy, ilyen, olyan, amolyan műfajban és szinten. És én ezt egyrészt szívesen is nézem, szívesen is hallgatom, legyen az tánc vagy tánc. És én azt gondolom, hogy ez a nézőkkel is pont így van, hiszen ha csak arra emlékszünk, hogy tavaly a tesedik műsoron milyen sokan voltak, hogy mennyi sokan azért is jó, mert ugye ez ilyen összetartozás, tehát hogy ez a miénk, teljesen, mi itthon vagyunk, ez a miénk, ez a mi színpadunk, ők a mi alkotóink, akiket nagyon-nagyon kell becsülni és tisztelni, hiszen ezt igen, szabad idejükben teszik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép este lesz. Nagyon. Hozzáteszem, hogy a szarvasiak meg a visszajáró vendégek is tudják, hogy
nem túlzás, azt mondom, hogy önálló idénye van a zenepavilonnak. Így igaz, ott is így igaz. Ezek az említett csoportok, ha a kamara jelleggel is, de meg tudnak mutatkozni. Olyannyira, hozzáteszem, olyannyira népszerű a zenepavilon, hogy ha lehetne, jönnének csőstül a most környékről, a környékről, meg még messzebbről is, mert hát híre van annak, hogy Szarvason olyan a színházi idény, és ez tényleg ilyen nincs az országban sehol, hogy minden egyes esti előadást egy zenepavilon fellépés. Program előz meg, ez így van. Úgyhogy... Így van. És a másik, hogy a gyerekek nem, de azért egy-két akárhány évvel idősebb profi nézők pedig már emlékezhetnek arra, hogy ilyen bemutatkozási lehetősége volt azért, hogyha néhány perc erejéig már az első idényben is a művészeti csoportoknak, akkor az ingyenes estek egyikére, másikára kérték meg néhány művészeti csoport, de hát nem mindenki juthatott szóhoz. Tehát ez most ez egy tökéletes ötlet, hogy akkor most mindenki lépjen színre, aki fedélzetben van. És nem beszélve, tényleg azért lett ez a címe, mert gondolkodtunk, hogy milyen címet adjunk. Igen, igen. És ez, hogy örömzene, öröm, mert ezt valóban, tehát ezek azok a fajta művészeti tevékenységek, amiket csak örömből lehet és örömmel lehet csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenkinek vonzó és izgalmas lett, és természetesen ez egy ingyenes program. Igen, igen. Majd ezt követi az Ibolya, én azt gondolom, ez egy hétköznap estére abszolút megfelelő történet, egy Molnár Ferenc vígjáték történet a Vízi Színházban, tehát hogy aki csak egy kicsit el akar lazulni, egy jót akar kacagni, és tenni ezt úgy, hogy közben egy nagyon szép nyelvezeten egy nagyon bájos történetet hallgat meg, az biztos, hogy nem fog csalódni. Hát nem. Aztán ezt követi a Felolvasó Színház, a Felolvasó Színházat még némi rejtély vezi, a 18. Nem már alakul, igen, abszolút csak alakul, még rejtély övezi. Csak azért övezi rejtély, mert nekem kéne döntenem két produkció között. Hogy mi legyen. Hogy melyiket olvasok, igen, és melyiket nem, ilyenkor mindig úgy, hogy mindent szeretnék. Igen, igyekszem. De hogy őszinte legyek, én visszagondolok például a tavalyi Felolvasó Színházunkra, ami nem feltétlenül volt vidám, hiszen egy nagyon-nagyon szívfájdító történet, karácsonyi történet volt. Igen. És végtelenül klassz visszajelzéseket kaptunk, tehát hogy tetszett a közönségnek is, jó volt, és elvitte őket, és elgondolkodtak. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ragaszkodik mindig a mi közönségünk a vidámsághoz. Nem, a jó történeteket, de természetesen értem, igen, a kérdést, és persze, igen, hát azért a nyarat figyelembe véve, hiszen van nekünk egy Felolvasó Színházunk, ahol aztán komolyabb dolgokkal foglalkozhatunk. Igen. És akkor itt egy pillanatra meg is állnék, hogy nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött az utolsó Felolvasó Színházunkra. Nem szoktunk ilyet csinálni mi művészek, de azt kell mondjam, hogy köszönjük szépen Kutas tanár úrnak is az anyagot, amit rendelkezésünkre bocsátott, mert nagyon megérintett minket is, akik fenn voltunk a színpadon. Kicsit másként érintett meg minket, mint amikor színdarabot olvasunk, hiszen teljesen más a helyzet és más volt a lelkülete, úgyhogy mindenkinek még egyszer nagyon szépen köszönjük a mérhetetlenül szép, igen, és szívmelengető élményt. Igen. Na és akkor visszatérek ide, Felolvasó Színházat követi a Drótos Jankó című táncmesejáték. Én azt gondolom, a gyerekeket mindenképpen ki kell szolgálni, és mindenképpen lehetőséget kell biztosítani, minél gyakrabban jöhessenek színházba. És itt megemlíteném azt is, hogy azért ne felejtsük el, hogy mi egy nemzetiségi színház is vagyunk, tehát szlovák nemzetiséget is képviseljük, és azért igyekszünk a fesztiválunk keretén belül megteremteni a lehetőséget annak, hogy szlovák programok is legyenek. Igen. És például a Csillagfény Gálában is elő fog, igen, fordulni szlovák musical részlet, mert hogy nagyon szép és nagyon izgalmas, igen, dolgok születnek, igen, ott is. Ugyanúgy a Drótos Jankóról ugye tudjuk, hogy azért egy alapvetően már a címéből tudni, hogy egy olyan foglalkozás, ami a szlovágsághoz, a tótsághoz kapcsolódik, igen, tehát igen, hogy egy tót történetről, igen, van szó. Majd ezt követi a Macska Forró Bádogtetőn. Azt is megszokhatta már a közönség, hogy, igen, mi a sok vidámság közepette azért minden évben megpróbálunk lehetőséget biztosítani a közönség azon részének is, aki szeret egy picikét komolyabb dolgokkal, igen, foglalkozni. Igen, igen. És tavaly emlékszünk rá, ilyen volt az Ármány és Szerelem. Így van. Most pedig a Macska Forró Bádogtetőn. Igen, mindenkit arra biztatok, hogy aki még nem látta, az vegye meg a jegyét. Mindenképpen. Hát nagyon jól esett nekem, Békés Csabán jártam a múlt héten.
és ott véletlenszerűen találkoztam bizonyos emberekkel, akikről nem tudtam, hogy színházba járok, és függetlenül mindentől ők se tudták, hogy ezt a részét mi szervezzük a Cernusz Művészeti Fesztivált, vagy a Szarvasi Nyárnak, és mondták, hogy igen, már befoglaltuk a jegyünket, meg akarjuk nézni mindenképpen a Macska forró bádok tetőnt, és ez úgy megmelengette a szívemet, hogy már Békés Csabán is odafigyelnek az előadásainkra. Majd ezt követi a Valahol Európában című musical, amit ugye már gyakorlatilag a mi közönségünk láthatott néhányszor. Ettől függetlenül keresik rajtunk ezt az előadást. Kinőttek már a gyerekek belőle? Vagy még, Igen, most már szép lassan, még nem vagyunk bajban, de azt gondolom, hogy már a következő évben bizonyott már bajban leszünk, hiszen ezek öregszenek hát ezek a gyerekek, tehát én nem is értem, hogy kinőnek lassan a szerepekből. Nagyon érdekes dolog ez, hogy ugye a két hét, az két hét, az 14 nap, az behatárolja, hogy hány produkciót tudunk kivinni. És vannak produkciók, amiket sajnos nem férnek be a programba, tehát most gyakorlatilag úgy mondom, ki kellett hagynunk. De hát ez a jobb. Ilyen például a többek között a Csodaszarvas, és akkor most hallom, hogy hát nem lesz Csodaszarvas. Hát az idén nem lesz Csodaszarvas, mert az idén nem fér bele. Ugyanúgy keresték rajtunk az Ármány és Szerelmet, keresik rajtunk a Lili Bárónőt, de hát sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon sok apró kínálatunk, tehát a mi színházi kínálatunk nagyon széles, de nem mindig minden fér be ebbe a két hétbe. Igen. Na, Valahol Európában után következik egy nagyon vidám este, a Holdvilágos éjszakán, ez egy kabaré összeállítás, klasszikus kabarékból, zenés, kuplékkal, dalokkal, egyebekkel. Ezt is a mi szarvasi közönségünk tudja, hogy ez már egy hagyományos történet nálunk szilveszterkor. Azt is tudja a szarvasi közönség, hogy ez mindig változik, és frissül. Annyi tehát a zseniális végig és annyi a remek színészünk, hogy tényleg lehet próbálkozni és lehet újítani. Tehát ez sem ugyanaz az előadás lesz, amit decemberben két ünnepült szilveszter környékén láthattak tőlünk, hanem egy másik előadás. Ezt követi egy kifejezetten szlovák nyelvű program, amely szlovák nyelven, illetve két nyelven történik, a Lászka Bozsa, Lászka Szerelem, Szerelem. Igen. Ezzel a produkciónkkal mi a Nemzeti Színházban is bemutatkoztunk a Jelenlét Fesztivál kapcsán. Ez egy minden korosztálynak szóló, gyakorlatilag a mai kortárs zeneirodalom és egyéb irodalom kapcsán létrejött történet és egy életutat, a címe is bizonyítja, egy életutat és azon belül a szerelemnek a kezdetét, közepét, végét és visszásságait, nehézségeit és szépségét mutatja be. Nagyon-nagyon sikeres volt a Nemzeti Színházban is, nagyon-nagyon sikeres volt a diákok körében, akiknek már játszottuk. Ez egy friss történet, ugye tavasszal készült el, úgyhogy erre az előadásra is sok szeretettel várunk mindenkit, és természetesen ezt híreljük a szlovák közönség körében, nem csak Szarvason, hanem bizony az egész megyében. Majd ezt követi a Fekete Péter című operett, és hogy miért kedden van, és miért nem hétvégén, erre az a válaszom, ugye, hogy akkor ünnepeljük Szarvasvárost is, ennek kapcsán az ünnepség záró eseménye kapcsán lesz ez az előadásunk kint a Víziszínházban. Ez első alkalommal látható a Víziszínházban, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nagyon jó dalokat akar hallani, és Holdvilágos éjszakán akarja hallgatni a Holdvilágos éjszakán című dal, akkor bizony ez most megtörténhet, mert remélhetőleg nekünk azért Holdvilágos éjszakáink lesznek ez alatt a két hét alatt. Igen. És aztán egy egészen izgalmas és különleges történettel szeretnénk zárni, egy ingyenes produkciót kínálnánk a közönségnek, a szarvasi zenekaroknak adunk teret, utolsó napon, zárásként, ahol ők bemutatkozhatnak, és ahol mi mindannyian nagyon jól érezhetjük magunkat. És ez egy könnyű zenei koncert lesz azon a napon, úgyhogy érdemes lesz. Mindig arra serkentjük, hogy menet közben és beszélgetés közben is a nézőket, hogy vegyenek jegyet, mert fogyóban
jelenállás szerint mi az, ami leginkább fogyóban van? Vagy nagyon, minden, szépen, nagyon, szépen minden fogy, fogy. Nagyon szépen fogy minden. Tehát én azt gondolom, hogy mindenre érdemes biztosítani a jegyet, amit a közönség meg akar nézni. És akkor itt azért elmondanám, hogy most is úgy alakítottuk a jegyárakat, és igyekeztünk úgy alakítani a jegyárakat, hogy bizony ez megfizethető legyen mindenkinek. Ez nagyon, szarvasi nagyon kedvezménnyel, fontos egyéb kedvezményekkel, igen. Csoportos kedvezménnyel. Tehát, hogy tényleg minél nagyobb létszámban meg tudják maguknak engedni a nézők azt, hogy esténként beüljenek a színházba. Nem beszélve az ingyenes programokról, tehát hogy azért vannak olyan helyzetek is, amikor valóban nem kell a pénztárcába nyúlni. De mondom, hogy a jegyáraink a tavalyihoz képest gyakorlatilag szinte semmit nem változtak, tehát mi ahhoz tartjuk magunkat, hogy kedvezzünk, elsősorban a szarvasi nézőknek kedvezzünk, hiszen a szarvasi nézők azok, akik télen, nyáron kíváncsiak a mi alkotásainkra, a mi munkánkra, akik szeretnek színházba járni, akik támogatják ezt a színházat. Úgyhogy ezt ők megérdemlik, hogy ők ilyen elfogadható és támogatott árakon. Igen. Van a Cervinusnak egy nemes hagyománya, ugye a VIP egyek. Így van, az ugyanúgy életben van, hiszen szeptemberben megint csak át tudjuk akkor adni azoknak a gyerekeknek a színházi bérletet és a színházi jegyeket, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük. 50-60 gyereket körülbelül gyereket érint. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hiszen ez nem egy szörnyű nagy összeg, nem. És nem beszélve arról, hogy ilyenkor a színház még mindig hozzáteszi a magáit, hogy azért egy kerek, szép létszámot létszámnak tudjuk biztosítani azt, hogy színházba járhassanak. Én azt hiszem, hogy ha a gyerekek színházban vannak, akkor jó helyen vannak. Igen. Azt is gondolom, hogy azok a produkciók, amiket mi a gyerekeknek kínálunk, azok mindig olyan történetek, amikből tanulni lehet. Ami a tiszteletre, a toleranciára, a szeretetre, a jóságra, a szépségre, szépségre nevel, és hogy ezek a gyerekek szeretnek is színházba járni. Nem beszélve arról a hosszú távú elgondolásról, hogy ugye ezek a gyerekek egyszer felnőnek, és bizony belőlük lesz a felnőtt közönség, és majd az ő gyerekeikből a gyerek közönség. Igen. Tehát ez egy örök körforgás, ami a nézők nevelésében és felkészítésében. És zárni. Azért ezeken a helyeken, mint Szarvas, és hál' Istennek vannak hasonlók is az országban, de hát azért még maradjunk Szarvason természetesen. Megfigyelhető, ezt már többször érintettem, hogy működik egy jó kis színházi csapat, és annak mindegy, hogy minek nevezem, hogy drámatagozat van a szomszédságában, vagy stúdió, vagy gyerekstúdió. Igen. De az biztos, hogy nagyon-nagyon sok gyerek válik színház értővé azáltal is, hogy részesül ezen. Illetve nem csak színház, művészetkedvelővé. Hogy művészet? Mert hogy őszinte legyek, ugyanolyan fontos, hogy szeressék a táncot, hogy szeressék a népművészetet, hogy szeressék a hangszereket, igen. A koncerteket, hát művészetkedvelővé. Említettem, mert legutóbb pont így közöltetve, ahol vannak jó művészeti alapiskolák, nálunk pedig klasszikusan jól működik önmagában is a művészeti alapiskola, és ez már egy habatortán lehetőség a gyerekeknek, hogy gyerekszínészként is kipróbálhatják magukat. Itt is ugye nem az a cél, hogy minden szereplőből színész váljon, amelyiknek van tehetség és kedve, miért is, nem? Azt úgy sem tudjuk megakadályozni. Pontosan, tehát, hál' Istennek, az nem is kell. És még van azért itt ennek a nagyon-nagyon nyüzsgő-pesgő színház és vízi színházi életnek az utóbbi években egy olyan nagyon-nagyon szép hozadéka, hogy megfigyeltem, hogy korábban is jelentkezgettek mondjuk a szomszédvár Békés Csaba színitalházába, de amióta a vízi színház megnyílt, egyre több gyerek gondolja úgy. Na most ez nem csak a vízi színháznak működő, ez unblock, minden benne van. Mondjuk ezzel vigyázni kell, mert ugye ez egy nagyon veszélyes szakma, és ezt magam, és egy nagyon nehéz szakma. Életveszélyes. Tehát én azt gondolom, hogy meggondolatlanul nem szabad ezt a szakmát fölvállalni, mert én tudom, látom fiatalokon is, és azért van tapasztalatom,
hogy mennyire egyrészt nehéz bekerülni a körforgásra, mennyire nehéz annyira jónak lenni, hogy az ember megkapaszkodjon. Tehát, hogy ezt nagyon jól meg kell mindenkinek gondolni. Mert örülünk minden tehetség, csak mondom, de a legfontosabb része, abban egyetértek veled, az, hogy művészet, értő művészet, kedvelő és művészet támogató társadalom legyünk, és itt Szarvason azért ez egy adott történet. És akkor így most mondod, hogy említetted épp nemrégiben ugye a Cervinus Fesztivál adott otthont, és rendezte meg a dráma, regionális dráma színjátszó verseny, a Vörös Sándor versenynek a regionális találkozóját. Igen, itt, ami nagyon klassz dolog volt, hiszen az ország minden tájáról jöttek csoportok, és mutatkoztak be, és látták a mi színház életünket, és megláttuk hogy zajlik a gyerekszínjátszás az országban, tehát ez nagyon fontos volt. Illetve például ugyanez, hogy megemlítsem, hogy azon túl, hogy a mi színházunk az sokat játszik itt ott, és lesz egy fesztivál is egyáltalán, de például foglalkozunk gyerekekkel is, hiszen nyári táboroztatás kapcsán egy nagyon színes táborprogramot állítottunk össze. Az tehát, biztos. Hogy gyakorlatilag itt a gyerekek megtalálhatják, mindenki megtalálhatja azt, ami ezt közel áll, hiszen csak sorba elmondanám, tehát néptánctábor, művészeti tábor, izgőmozgó tábor, színjátszó tábor, mozitábor, fitness tábor, tehát mindenki a saját, és szakemberekkel is, olyan emberekkel fognak foglalkozni olyan emberek fognak foglalkozni a gyerekekkel, akik nagyon értenek hozzá, nagyon tudják, mit csinálnak, és nagyon, nagyon jó és izgalmas, sűrű programot állítottak nekik össze, úgyhogy én arról azt gondolom, van-e valamilyen adatunk, hogy nagyjám, hozzávetőleges természetesen, hogy melyik táborba tudnak még bekerülni a gyerekek? Szerintem még mindegyikbe tudnak jelentkezni, tehát hogy még próbálkozzon mindenki, és jelentkezzen mindenki. Itt egy ilyen szórólapon is meg lehet találni, tehát hogy én azt hiszem, hogy ha bemennek, akkor ott az információs pultnál vannak szórólapok, akár mindenről, ami a színházban zajlik, és amit a színház szervez, illetve a honlapon is megtalálják, és tulajdonképpen azt kell még, hogy hozzátegyem, hogy ez egy ötnapos tábor, étkezéssel, és anyagilag nem megterhelő, mert én azt gondolom, hogy 15 ezer forint a részvételi díj, azt ha az ember összeszámolja, hogy abból mi mindent kap, igen, azért a 15 ezer forintért a gyermek, azt gondolom, hogy bizony nagyon-nagyon megéri. Hogyne, hát a mai világban, amikor már azt lehet olvasni és hallani, látni, hogy vannak közel 300 ezer forintos táborok. Meg nem csak az, hanem hogy az ember, hogyha megnézi az árakat, és pontosan tudja, hogy mivel jár. Tehát akár az anyagköltségében, hogy ez nem a gyerekek élelmezése, ebédje, stb. És azt mondom, hogy teljesen igazad van ebben, hogy ezek a művészeti csoportok mennyire segítik a későbbi művészeti életet. Vagy például ott van, én mindig meg szoktam említeni, ott van a Tesedik Táncegyüttes, amelynek köszönheti maga a színház a saját tánckarának jó részét. Igen. Tehát az, hogy egyáltalán össze tudott állni egy színházi tánckar, és be tudok mutatni. Igen. Több műfajú. Tehát ez egy hagyományőrző együttes, és közben a táncosai több műfajban tudnak közreműködni, ami egy egészen univerzális és fantasztikus dolog, úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, ez nagyon fontos egy város életében, hogy ez így történjen. Igen, abban meg én értek veled egyet, maximális, hogy veszélyes, és nem szabad a gyerekeket nem csak erőltetni, hanem túl toborozni, stb. Abba az irányba, mert óriási csalódottságtól mindenkit meg kell kímélni. Van egy nagyon jó módszer, én ezzel annak idején, tehát hogy mi egy olyan környezetben nőttünk fel, ahol annak idején, ahol egy kicsit másképp működik ez a művészeti lét, vagy ez a színész leszek, táncos leszek történet. Tehát, hogy itt valóban ez egy darab foglalkozás, és akkor az ember eldöntötte, és addig ment utána, hogy vagy sikerült, vagy nem. Igen. De például egy kicsit nyugatabbra ez már úgy működik, és én főiskolásként szembesültem ezzel, és azt mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon jó út, vagy jó mód arra, hogy ne vesszenek el emberek, és ne legyenek boldogtalanok egész életükre, hogy ott azért két lábon állnak ezek az emberek, és más munkát is végeznek, és más főiskolát is végeznek, vagy más szakmát is tanulnak, ami azért fontos, hogyha ne adj Isten, mégsem jön össze, hiszen azt tudjuk, hogy mindig több ezeren akarnak színészek lenni. Például a főiskolára jelentkeznek 1500-an, és fölvesznek 20-at. Tehát, hogy ez egy elképesztő. Óriási, és még azt sem biztosíték arra, hogy ha elvégzi a főiskolát, hogy abból a 20-ból is ő egy foglalkoztatott, sikeres színész lesz. És lesz, aki semmi az lesz. Garancia. Tehát, hogy ez az egész egy kicsit olyan
nem misztifikált, de misztikus valahol a maga módján, igen. Hiszen nem lehet tudni soha, hogy kiből lesz végül hát is sikeres művész. Igen. Ezért az, ha valaki két lábon áll, hogyha mellette valami mást is csinál, az bizony nagyon, nagyon jó dolog, mert akkor van jövője. Tehát, hogy nem igen. fog ott ülni a telefon igen. mellett egész életében. És köszönöm várni, szépen, hogy elmondtad, és énkor visszafele haladva az időbe mindig az szokott jóton teszem, hogy íme, hát voltak emberek, annak idején most nem említek senkit, nehogy kihagyjak valakit a alapító atyákból, úgymond, akik olyannyira megelőzték annak idején a Széni Tanház közvetlen szakmai elődjénél a színészképzést, hogy mindjárt arra gondoltak, hogy ott legyen a Tarsolyban egy második, már egészen más civil diploma. De ezt nem csak felsőfokú képzésre kell érteni, akár szakközépiskolán. Ez nekem is van, tehát én tulajdonképpen tudom, hogy most mulatságosan hangzik, és valószínűleg abban a szakmában már nem is nagyon tudnék helytállni, hiszen előről kéne kezdenem. De én nekem van egy könyvtári informatikusi végzettségem a Színművészeti Egyetem mellett. Igen. Illetve azzal, hogy például ledoktoráltam, azzal jogosultságot kaptam arra, hogy taníthassak. Tehát, hogy az ember azért mégis próbál. Ez egy olyan világ, ahol én azt gondolom, és a fiatalok meg főképpen igen, nőjenek igen, fel, igen. hogy álljunk több lábon, mert egy életünk van, és azt próbáljuk boldogan és sikeresen tölteni. Így van. És akkor, hogy ez egy abszolút vidám kicsengése legyen ennek a gondolatmenetünknek, elmondom ugye a közismert megyei példát, hogy a Békés megyei közgyűlés jelenlegi elnök úr az Alay Mihály és a Széni Tanház egykori ígéretes diákja volt. Hogy igen, hogy hagyjuk. Aztán az évek során rájött, hogy ez nem az ő műfaja, de nagyon sokat tanult, ugye a közszereplést, a beszédtechnikát. Hát igen, az is megérne egy beszélgetést, hogy a színházi eszközök, mint olyanok, bizony. És a színházi technikák, mint olyanok, mire használhatók a hétköznapi életben. Ez nekem szívem csücske ez a téma, hisz van vele tapasztalatom, és éveken keresztül foglalkoztam Győrben úgy gyerekekkel, akik nem színészek akartak lenni, aztán csak lett belőlük egy-kettő, de nem igen, ez de volt nem a profia, ez volt a főcsapás, bocsánat az iskolának, igen. hogy milyen sokat tud segíteni ez a típusú oktatás, és mennyire alá tudná támasztani a gyerekek fejlődését a hétköznapi oktatásban. Tehát ez megérne egy beszélgetést. Na, akkor maradjunk abban, hogy amikor lesz egy nem lesz azért uborka szezon, de majd számunk rá időt egyszer. Na, hál' Istennek nekünk nincs uborka szezonunk, de majd megoldjuk. Igen, itt a tévében sincs általában, de azért majd egyszer kitaláljuk a nyári nagy fesztivál idény, meg idények, mert most már fesztivál idényekről kell beszélni, tehát zártával, és még amikor nem pörög fel annyira az év kezdett. Na, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy én köszönöm a meghívást. És akkor mindenkit arra serkentünk, biztatunk, hölgyeim és uraim, hogy ha jót szeretne saját magának, szeretteinek, barátainak, azért rendben, hogy kedvenc darabjukat megtalálják, hogy a 8. Cervinus Művészeti Fesztiválon, akkor ha már megtalálták, akkor ne sokat tétlenkedjenek, hanem menjenek, és rendeljék meg, vegyék meg a jegyüket, mert aztán megbánják, hogyha nem fértek hozzá, és kimaradnak valami óriási nyári élményből. Ezzel együtt én megtisztelő figyelmüket alázattal megköszönöm már a hölgyeim és uraim, pihenjenek jól, álmodjanak szépeket, ébredjenek frissen, holnap pedig jövünk a szokott időben. Minden jót a holnapi viszontlátásunk.